16 éven aluliak számára nem ajánlott. Sziasztok, testvérek, hello mindenkinek, hello! Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit nagyon sok szeretettel! Hello, hello, szia, hello, hello, szia! Szia, hello! Boldog szülinapot nekem, meg a horuszettek is. Van egy kis baj. Na. A faszomra nem nőtt haj. Wow. Wow, wow. Én azt mondom, sok hogy wow. Sokrét van. Nem látok. Hol? Hol vannak a tirpákok? Jó, Joker, te egyébként igen? Most saskabarit néztél a stream előtt, vagy mi a geci? Nem. Jó napot kívánok, csá mindenkinek, hello. Szóval az a lényeg, hogy ebben a játékban nagyon nagy zombi apokalipszis van, baszd meg! 50%-os HP-juk legyen, nagyon pélek a zombiktól. Lootam 400... Sajnálom. Úristen, mi ez a hang? Ez egy sziréna! Bocsánat, próbálom átadni a szerepet átéléssel, oké? Okay? Szóval kitört a zombi apokalipszis, és nézd, az ott egy zombi. Hát mi ez, ha nem tömény pornó és félelem? Hallottátok volna itt a izét. Úristen, ott még megvan a hotelem. Hát jó, de olyan izérendszert építettem. Jó, de ezért most valljuk be. Őszinték legyünk egymással. Joker. Geci ronda házat építettél. Nem. Mi? Az de nagyon csúnya volt. Csúnya volt, mint a szar. Hát most a szemrosszból mondom. Nekem már alírogatta a Messengeren, mikor Minecraft teszünk, hogy úristen, de szánalmas a Joker. Milyen csúnyát épített, meg ilyenek. Hát ugyanott bányászok, ahol én. Láttalak az előbb titeket. Itt vagytok, Lali. Jokert innen látom, dehogy nem. Nem ott vagyunk, öreg. Hát látom, itt a neved is. Nagyon ürűsz, Lalika. Kibaszott szedet találhatnánk valahol, baszd meg! Teknős meg lehet baszni? Azt nem. Szia, Teki, ez itt Heki. És te vagy, Lali? Igen. Jó, de ugorj egyet. Ugolj le. Ugolás. Ez jó, nézz jobbra. Balra. Ugrás. Pörgés a levegőbe. Pazik, tényleg te vagy. Na jó, akkor menjünk. Jó. Pám, pám, pám. Hát ez mi a faszom volt? Mikor fogsz így kacarászni? Bápáp, subáp, szia! Ja nem, haza kell mennünk. Püh. Meg se nézhessük a galambokat? Egy jó barátom mondta, hogy a galambok belehalnak a párzásban. Legalábbis amikor ő nem bacta. Az elpusztult. És szégyed magad. Úristen, de rég láttam ilyen izét. Ez miért volt divat? Bár mondjam el valaki nekem, hogy ilyen lógó, csüngő lópaszok, és erre az órára emlékszik még valaki, aki velem egy idős, mert a fiatalok nem. Mai napig van ilyenetek, Gábor? Ilyen fali órátok? Akkor bazeg, ti nem vagytok normálisak. Ilyen szütyőbe szoktak menni a piacon amúgy az emberek, vágod, azt árulják a ilyen nejlonpaplant. 2000 jövend már meg, érted? Most akartam átvinni a határon. Úristen, a fali szőnyeg. Mindig is vágytam egy ilyenre. Azért az mi stíl? De a villanyszerelő doboz, ki van tépve a falból, há? Jézusom, ilyen radiátor. Azt mondja, ez nagyon retro. Csomagoljuk ki a izénket. Még ott van benne a 1-7-es párizsi zsöm. Hát ez ilyen fasz? Ez Chimera. Lebombás. Zsűpapa. 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 Le sapoa. Le sapoa. Kuglo. Baguette. Baguette. Qu'est-ce que tu aimes? Skin baguette. J'aime le foot et le boss. Én a világ ellen. Csináljatok ebből a képből csináljatok egy ilyen napi szar. Ilyen gypsy izét, oké? Okay? Ilyen gypsy pózolost. Behetnek Photoshopba a nagy kardok, minden. Miután hazaköltöztem újra, 16-nak érzem magam, azóta se pénzem, se csajom, és lassan még munkám. Na, hát ez tényleg igaz amúgy. És beletrafál a srác. Lajos, itt az ajándékod. Itt vagyok. Jártál oda Jézuska. Tessék. Tényleg? Igen. Oh, egy kavics.
Köszönöm szépen, Jézuska. Egy darab követ hozott neked? Igen, igen. Ó, te nagyon jó fiú vagy. Kaja van nálad? Kaja, kaja. Mi a kaja van? Kaja, kaja. Nincsen, csak csipkebagyó. Csipkebagyó? Jó az. Lali, add ide mindent, jó? Mert te úgyis diétázol, nem? Igaz, Lalika? Na, jó, én itt fogok lakni. Hivatalosan. Tanáltam még egy bányát, öreg. Ez olyan, mint a Mária gödör, vagy mi az? Mária, na? Egy jó Mária gödör, hibátlan. Hosszú utakat járom én. Az nagyon jó hangzik. A víznek a másik féltnek én. Eltört alattam a csónak, majd megpróbálom újra hauna. Miért? Na, az jó, mert akkor így... Szia, Joker! Bizú! A drótszamár, testvérem. Le van támaszva ide. Tényleg jó, hogy ez a panel. Amögybe főtt a mamáton. Hát van itt minden, mint a bucsúba. Szóval feladataink vannak. A szófán kell valamit reszelni, le kell mosnunk a diseszt. A nagyszobát ki kell takarítanunk. Aha. Mi van beled, Dick? Mint egy NDK-s 80 évvel ezelőtti tanácsi lakás levótolókban szállja meg kicsorolnak. Jézusom. Meg volt ereszkedve. A bődös kurva anyádat, te mocskos állat, te szemtelente! Mi a fasz? Hát te normális vagy? Hogy megfejtettem? Tök egyedül. És nagyon rosszul esik, hogy nem segítettek a hülye nézők. Fasz meg az anyádat, te normális vagy, te mi a faszom ez, geci, ez a játék? Te bazd meg! Nem találtam meg a szemüvegemet, bazd meg! Curtis atya! Eltolja homlokkal a mikrofon? Láttam ilyen nagy izé videót. Érted, nagy boxolásoknál. Tényleg egyébként ez a homloktolás, ez mi? Ennek van valami szaknyelve? Valaki magyarázzam ezt az orszarvus viselkedést, mert eltolom az egész csetet. Igen, Attila, hogy nem. Igen, erről fogunk beszélgetni, hogy engem hogy ítélnek meg a magánéletemben a Jokerék. Igen, ez egy nagyon jó ötlet. Például nagyon sokat tudnak a magánéletemről. Például az, hogy folytogatod magam maszturbálás közben egy legalább 4 lyukú hosszabbítóval meg ilyenek. Te egyébként egy retardált vagy? Csak ezt nem rosszból kérdezem, ez csak tényfeltárásképpen, hogy ez most igaz? Vagy még arra gondoltam, hogy a faszomról csinálhatnék egy videót. Egy faszkibantás tutoriál, nem? Hogy nézd nekem ilyen, tudod, ilyen fasz reveal. Mit gondolnál, jó ötlet szerinted? Úgyis más 700 ezer subnál, vagy feliratkozónál, úgyis 600 ezer fölött vagyunk, bemutatom a faszomat. Szerintem ez tök jó ötlet. Állítom a TikTok cseten, nem nézed, atya, dehogy, de mit van? Oda nézek, írja valaki, hogy Zsozé, tegnap láttalak, miért nem köszöntél? Azért, Ádám, mert undorító egy gusztustalan férfi vagy. Azt mondja, olyat kapcsolatunk van, hogy egymás előtt sose pingunk, meg semmi, ahhoz képest tegnap este letusoltam, kimentem köntösbe a szobába, ott ült az ágyon, én megfeledkeztem magamról, és akkor hát fingottam, mint az állat. Hát most van ilyen, na. Hát van ilyen. Mehettem már nappal ebbe a gecis játékba. Én terhes vagyok, azt ilyen állapotosan ennyit csákányozni. Hát nem tesz jót. Megyünk, árnyékolunk itt a zombikkal. Dirdur, kandur, mi a faszomra jó a pénz egy zombi apokalipszisba? Elmegyünk a szemétégetőhöz kurvázni? Vagy mégis mi? Tisztelettel kérdezem. Minden szemtelenségnek oda baszok egyet a tükörnek! Még egyet? Fölidegesítetek? Mi van, geci? Látod, kiütök mindenkit a faszomba. Lehet, hogy túl OP-ra állítottam itt a dolgokat. Nem bírsz felem, mi van? Viszont lehet, hogy ezt már meghagyjuk a következő részre, srácok. Ha tetszett a lájkot, azt azért csak megnyomnám, mert nem vagyok buzi, ugye? Hát azért ne basszam el meg a radai féllábú. Szóval köszönjük, hogy itt voltatok, és szia, és nagyon jó legyél majd te amúgy, és szia! Kamerára nem kell Dunit. Zsombor, én azért, hogy anyádat a szemétégetőnél fő tudja menni egy karikára. Én inkább arra kérnék Donétet most így hirtelen.